kezem, összekulcsolom, Uram, hozzád imádkozom, őseim vérüket adták, hogy örökségük ránk adják, a legnagyobb érték nekem, megőrzöm tiszta szívemben, honnan sarjad minden ága, abból nyílik szép virág. A gyermekem, így mesélem történetem, örökségem továbbadom, elveszni soha nem hagyom. Megcsonkult gyalázat lettem, anyanyelvem nem engedem, erőhűség, remény, hitem. Köszöntjük a stúdióban Tököli Vajokat és Fábián Zoltán. Sziasztok! Sziasztok! Szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit. Az imént hallhattuk a legnagyobb érték örökségem a magyar nyelv című dalotokat, és láttuk az ehhez készült klipet, de azt azért el kell mondani, hogy már nem ez az első ilyen témában íródott dalotok és készült klip. Nagyjából mióta foglalkoztok ti már azzal, hogy a magyar kultúrát ápoljátok? Hát én igazából 20 éve írok verseket, eddig 6 kötetben jelentettem meg ezt. Jó pár versem került megzenésítésre is, és értük kézzel nyúlt több versemhez is Fábián Zoltán előadom és barátom. Igen, jó magam is. 2001. februárjában volt az első koncertem Marosvásárhelyen a szülőföldemen, úgyhogy már több mint 20 éve. Miért döntöttetek úgy, hogy ezzel szeretnétek foglalkozni? Miért éppen ezt a célt tűztétek ki magatok elé? Én úgy gondolom, hogy már hogy erről a dalról is beszélünk, hogy a felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a magyar nyelv, hiszen ebbe gyökerezik múltunk, jelenünk, jövünk. Hát nekünk meg kellett küzdeni a magyarságunkért Erdélybe, úgyhogy ez szerintem nálunk ilyen alap dolog. És bár mind a ketten erdélyi származások vagytok, de azért Szilágyság és Marosvásárhely az nem szomszédos, úgyhogy mégis feladódik a kérdés, hogy hogyan is sodort össze titeket az élet és jött a közös munka. Hát egy 7-8 évvel ezelőtt Zoltán az akkori zenekarával a szülőfalumba, a Szilágyzoványon járt átutazóba, és akkor ismerkedtünk meg. Igen, kialakult egy jó baráti viszony azóta, aztán 2017-ben volt az első közös munkánk, és azóta most már 2 éve járjuk a Kárpát-medencét, sőt azon is túl jutottunk már. Tehát nem ez az első közös dalotok, de hogyan néz ki nálatok egy munkafolyamat? Vagy te megírod a verseket, és akkor utána választasz az összegyűlt versek közül egyet, Zoltán, vagy igen, azért ez sokkal szorosabban történik? Ez pontosan így, tehát először a vers született meg mindegyik munkánknál, utána lett. Igen, igen, és amelyiket magaménak úgy érzem, hogy magaménak érzem, akkor azt ahhoz hozzányúlok. Akkor általában ilyen műhely munka nem zajlik nálatok, hogy akkor együtt történik minden egyes folyamat? Ilyen szempontból nem, de viszont, hogy az online tér azért közel hoz egymáshoz, az embereket összehozza, és akkor így mondhatjuk azt is, hogy műhely munka is folyik. Igen, igen. De a most bemutatott dalotoknak a címe, a legnagyobb érték és örökségem a magyar nyelv az alcíme. Kicsit néha keverem, melyik volt az eredeti és melyik az alcím. De miért választottatok alcímet ugye ennek a költeménynek? Daloknál ez kevésbé szokás, verseknél már inkább megszokott. Én úgy gondolom, hogy ez még jobban kihangsúlyozza azt az üzenetet, amit ez a dal nyújt. És fontos megjegyezni azt is, hogy azért a dalnak minden pillanata hiteles, hiszen olyan szereplők vannak a dalban, például a nálunk Szilágyzományról a hagyományőrző Vard magad a viseleted, van egy ilyen szilágysági projekt, ha mondhatom így csúnyán, és mindenki megvarja a saját népviseletét. De beszéltünk arról is, hogy a Juhász István tanár úr, igen, igen, hát hatalmas megtiszteltetés, hogy a olyan élő legendák adták a nevüket az egész projekthez, mi Jóász István, a magyar kézilabda válogatott szakmai igazgatója, illetőleg Sáfár József, a P-box egyik alapítója, és külön öröm az is számomra, hogy a testvéremmel együtt kezdtük zenélni 20 évvel ezelőtt, és most első olyan dal, amiben közösen szerepelünk.
Sok rejtett utalás is megjelenik ebben a videoklipben, és hát a hagyományőrzés is erőteljesen feltűnik, különböző hagyományőrző csoportokat jelenít meg ez a videoklip. Kik ők, meséltek róluk? Igen, ahogy mondtam, a szülőfalomból, Szilágy Zoványról a Varnagoda viseletet hagyományőrző csoport, de ugyanúgy a Ciberke néptánc együttes tagjai is szerepelnek a videoklipben, és akkor megemlítsük meg azt is, hogy a videoklipnek a rendezője Costa Marcel, egy fiatal tehetséges rendező. Kollégánk. Ismerhetik a Petőfi TV nézői. Igen, még bocsánat, egy fontos az, hogy a Felföldi Dalia iskola felvidéki barátom Kopesni Gábor és a kisfia harcművészek a klipben, ők is ezt tűzik a való életben is. Szíveteknek nagyon kedves programsorozatot is elindítottatok, Őrzöm a lángot címmel, erről mit kell tudni? Igen, hát ezt most már tavaly sikerült kiterjeszteni Felvidékre, illetőleg idén szeretnénk Erdélybe is megvalósítani. A központi rendezvényünk az a Püspök hatvani tábor, azt minden évben július 23-a hétvégén tartjuk. Ráadásul most azonos címmel hamarosan megjelenik egy lemezed is. Erről milyen kulisszatitkokat lehet nekünk elárulni? Hát igen, ez a lemez készül már jó ideje, csak hál' Istennek mondhatom azt, hogy tavaly több mint közel 50 koncertem volt, és ez miatt is megcsúszott. Úgyhogy most már készül a demózás, stúdiómunkálatok. Hát most nyárára készülünk egy újabb videoklippel, amit már Marcival meg is beszéltük a koncepciót, úgyhogy zajlik. De akkor ezen a lemezen is Vajka, te szövegeid is hallhatóak lesznek. Igen, több szövegen, versem is felcsendül. És hol találkozhatunk majd veletek legközelebb, illetve a te zenéddel? Hát legközelebb a Szilágyban, a Szilágyságban lesz most március 15-én fellépésünk, de folyamatosan a naptárunk bővül, úgyhogy elég sok fellépésünk lesz idén is. Szívesen megyünk, ahova hívnak, hiszen én hiszem azt, hogy a vers az mindig mindenkié, ugyanúgy a dal is. Szép zárszó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük meg, köszönjük szépen, hogy eljöttetek.